Sziasztok srácok, itt Mikszev és üdvözöllek titeket ebben az újabb bőslény bemutató videóban. Na kezdjünk is bele! A gyapjas mamut, mamutus primigenius, az emlősök, mammália, osztályának ormányosok, proboscidea, rendjébe, ezen belül az elefántfélék, elefántidaé, családjába tartozó régen kihalt faj nemének a típusfaja. A Pleistocénben, mintegy 400 ezer évvel ezelőtt jelent meg és a vürmulaciális végéig élt Eurázsia és Észak-Amerika akkoriban tundra jellegű tájain. Ősének jelenleg a sztyeppei mamutot, mamutus trogondöri, tartják számon. A Pleistocén emberének kortársa volt, az ősállatok szimbóluma. Számos példányuk igen jó állapotban megmaradt Szibéria örökké fagyos vidékein, így lágy részeikről is viszonylag sokat tudunk. Átlagos mar magassága elérte a 2,67-3,49 métert. A tömege pedig 39 tonna lehetett tehát nagyobb volt az átlagos méretű afrikai elefántnál, loxodonta afrikáná. Testét barna, bozontos szőrzet védte a hideg ellen, ami két rétegű volt. A kb. egy méter hosszú durva fedőszörzet alatt egy finomabb hőszigetelő szőrréteg is védte az állatot a kihüléstől. Füle a mai afrikai elefánt füleihez képest csak mint egy hatodakkora volt, a hőveszteség csökkentése érdekében. Fogazata is alkalmazkodott a durvább tundrai növényzethez. Barázdáltabb és magasabb koronája volt, mint a mai elefántoknak. Erősen görbült a gyarának hossza a görbület mentén elérte a 4,2 métert. A mai élő elefántokhoz hasonlóan valószínűleg családokban járhatta a tundrát, ahol gyomortartalmából ítélve fákhajtásait és más növényeket fogyasztott. A tápláléknak csak nyáron lehetett bővében. Így a téli időszakra szervezete zsírt halmozott fel a bőre alatt, de leginkább a vállatájékán levő púpban. Így a tél beálltával hosszabb koplalást is kibírt, esetleg agyaraival kotorta el a havat, hogy táplálékhoz jusson. Valószínűbb azonban, hogy télen melegebb vidékekre vándorolt. Pontos besorolásuk sokáig vitatott volt. A legújabb nukleinsavas DNS vizsgálatok alapján azonban úgy tűnik, hogy az ázsiai elefántal. Elefasz Maximus, állt közelebbi rokonságban, a két faj közös őse körülbelül 2,5-5,4 millió évvel ezelőtt vált ketté. Maradványait szinte egész Európában és Szibériában megtalálták. A középkorban csontjaikról azt gondolták, hogy azok óriásoktól származnak. Feltámasztása, a molekuláris biológia fejlődésével többször napirendre került. Jellegzetes alakját őseink barlangrajzokon és kőbe, csontba, agyarba vésve örökítették meg. Kihalásukat valószínűleg őseink túlzott vadászata okozhatta legalábbis ezt erősítik meg az eurázsiai sztyeppéken és Szibériában talált, csontjaikból épített kunyhók. Mások szerint a kihalását a legutóbbi égkorszakot követő gyors felmelegedés okozhatta. Egy harmadik elmélet pedig egy hiperjárvány megjelenésével magyarázza eltűnését. Kihalásának feltételezhető okairól bővebben: Pleistocén megafauna. Érdekesség, hogy bár a kontinentális állományai mintegy tízezer éve tűntek el Európából. Két elszigetelt populációja még mindig élt kb. 5600 évvel ezelőtt az alaszkai szent. Pál szigeten, valamint az észak-kelet-szibériai Vrangel szigeten. Ez utóbbi az izolált zsugorodás révén helyileg kialakult törpe alfajjá változott, a szigetről elnevezett Vrangel szigeti gyapjas mamuttá, Mamutus primigenius vrangeliensis, A megyezer éve halhatott ki. Hát ez ennyi volt remélem tetszett. Ha igen akkor iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot. Like Találkozunk a következő videóban, addig is csőztök!